Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 5 pontos győzelmet aratott a Szeged ellen a Marsó-Nyíregyháza. Csákváron kezdi a tavaszi szezont a kisvárdai futballcsapat. Az Orosháza ellen is nyertek a kisvárdai kézisek. Egyéni csúcsot szeretne ugrani az OB-n Bakosi Péter. Második bajnoki vereségét szenvedt el a nyíregyházi kosársuli. A rangadóval indítja a tavaszt a Kölcsey DS-e. 5 pontos győzelmet aratott legutóbbi meccsén a Marsó-Nyíregyháza. Sitko Jernő együttese a Szegedet fogadta, és a hazaiak 75-70-re megnyerték a találkozót. Úgy gondolom, hogy jó mérkőzés volt, és sokat dolgoztunk azért, hogy meg tudjuk nyerni ezt a találkozót. És azt hiszem, hogy akik kilátogattak ide a csarnokunkba, azok egy nagyon jó mérkőzést láthattak, és egy olyan csapatot, aki az első pillanattól kezdve küzdött. Mindig is ezt vártam el a játékosaimtól, és annak ellenére, hogy egy kicsit nehezen indult a találkozó támadása, úgy gondolom, hogy csak időkérdése volt, hogy mikor fogjuk átvenni a vezetést. Persze, ha nem találtunk volna be, akkor elúszik a találkozó, de szerencsére időben tudtunk kapcsolni, és onnantól kezdve nem volt kérdés az, hogy ki nyeri meg a meccset. Az elmúlt egy-két évtől sok mindent lehet mondani, csak azt hiszem, hogy nem voltak hullámok a csapatkörül, gondolok itt arra, hogy Brian Szavics sikerült a keretből, Leklő sikerült a keretből, most Szavics játszott, nyert a csapat. A győzelem azt mondják, hogy sorban mindent felülír, elsimult minden a csapat körül. Ezek érdekes dolgok, és egy csapat életében vannak ilyenek. Úgy gondolom, hogy fel kell nőni mindenkinek, és a csapat érdekeit kell figyelembe venni, és profi játékosként kell viselkedni. Bráninak volt egy szakasza, igen, amikor nem volt a találkozó, vagy nem volt a csapat keretében, de úgy gondolom, hogy ezzel a játékkal és ezzel a hozzáállással bizonyította, hogy ő tud még jól játszani, és tud úgy játszani, ahogyan a csapatot segíti a játékával. Érdekes a helyzet, mert ugye a jövő héten Magyar Kupa döntő lesz, viszont mi nem vagyunk érdekeltek, ellenben van egy elmaradt meccsünk a Masszal, tehát tudunk még egyet lépni előre a tabellán, tudunk egy győzelmet szerezni. A Gaványi csarnokban soha nem könnyű nyerni, de gondolom azért utazunk oda. Ez így van, nem könnyű nyerni, de hát ha valaki kicsit is nézi a mérkőzéseinket, és kicsit is belelát a soraink közé, azt hiszem nem lehet kérdéses számára, hogy miért megyünk mi Budapestre. Mi egyértelműen győzni szeretnénk ott. Nekünk az az előnyünk megvan, hogy egy összeszokott csapat tud játszani majd Budapesten. A MAFS-nál viszont nem játszhatnak azok a játékosok, akiket az elhalasztott január, azt hiszem január 15-e volt az eredeti mérkőzés időpont, tehát azok a játékosok játszhatnak csak, akik akkor szerepeltek a MAFS keretében, úgyhogy bízom abban, hogy a következő mérkőzés is mi fogjuk megnyerni. Szoros meccsen ugyan, de vereséggel szenvedett a Szeged. Mi múlott az, hogy győztesen hagyjátok el a pályát? Mi hiányzott a sikerhez? Elsősorban szeretnék gratulálni a hazai csapatok. Teljesen megérdemelt győzelem. Jobb volt. Nagyon nehéz most mondani valamit. 27 hiba, 27 eladott labda. Után nagyon nehéz csinálni jó eredményt. Jobb volt a hazai csapat, sokkal agresszív. Mi csináltunk sok hiba, és azért, mert kikoptunk, és a végén, és jó eredmény, azért, mert kikoptunk, csak 5-2 pont. Sok gond van csapatunk ebben a szezonban, de először játszottak, először jött ez a Anthony Taylor, aki először játszott. Nagyon nehéz ebben a helyzetben valamit mondani, de megyük tovább. Meg egyszer gratulálok házai csapat, sok sikert kívánok neki tovább. A szegedeni győztes meccsen tértél vissza a csapatba. Milyen érzés volt, hogy érezted bentről, milyen volt a meccs? Először szeretem gratulálni a fiak, mert nagyon nehéz meccs volt, és muszáj volt nyerni, tehát nagy nyomás volt. És ez a kérdés, hát én nem gondoltam semmit. Ott voltam pályán, és játszottam, hogy én tudom, és ez van. Hát gondolsz otthon, miért ez, akkor ez semmi, csak rosszabb lesz ez. Azért 199 meccset játszottál már ebben a csapatban, és az elmúlt két meccsen olyan játékos játszott a helyedre, akit gyakorlatilag a helyedre hoztak. Ezt milyen volt megélni? Hát, nem tudom, mit kell mondani, tudod. Tényleg nem gondoltam semmit. Ez van, ez volt, és most nem sírtam otthon. Minden nap édesen voltam. És ez volt. Nem tudom, mit kell mondani, de tényleg. Nem gondoltam semmi ez a szituáció miatt, tudod. Tényleg. Nem tudom mondani semmi extra. Ez van, és tudod.
Az viszont biztos erőt adott, hogy a bemutatását megkapta a legnagyobb tapsot, aztán az első gólpasszod után megint tapsolt a közönség. Igen, köszönöm szépen mindenki, aki csinálta, ez nagyon nagy plusz volt nekem, hogy én most tudom, hogy ez a néző tudja, amit én csináltam még tavaly, mikor itt játszottam majdnem 10 éve. Akkor lehet mondani, hogy ami volt, azt felejtsük el, aztán rengeteg meccs van előttünk, inkább arra figyeljünk? Hát, igen. Nem tudom, mi lesz jövőre, csak én, mikor én pályán vagyok, akkor én biztos fogom játszani 100%, mikor én tudom, és ha ez elég, akkor csak ez. A hagyományos szezon előtti szurkolói ankéton mutatta be új játékosait a kisvárdai futballcsapat, amely szombaton Csákváron lép pályára. Komoly felkészülésen vagyunk túl. 39 edzés és 13 edzésmérkőzés szerepelt a csapatnak a programjában. Amit mi elterveztünk, azt végrehajtotta a csapat. Úgy gondolom, hogy jó állapotban várjuk a bajnoki rajtot. Az őszi időszakban is kifejezetten jól szerepelt a csapat, ahhoz képest, hogy újonc volt most ezúttal a másodosztályban. Télen azonban újabb játékosok, mégpedig erősítést jelentő játékosok érkeztek a csapathoz. Mennyire lesz erős ez a tavaszi kisvárda? Hát ezt majd május végén fogom tudni pontosan megmondani. Én nagyon bízom abban, hogy mindenféleképpen erősödött a csapatunk, nem csak az új igazolásokkal, hanem azzal is, hogy eltelt azért fél év. Megismertük egymást, a játékosok is, a környezetet, bennünket, mi is őket, és hát úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen erősségnek kell lenni az együttes számára. Az új igazolásokkal kapcsolatban pedig posztra próbáltunk igazolni, azokat a játékosokat hoztuk a csapathoz, akik mindenféleképpen erősítést jelentenek egy-egy adott poszton. Remélem, hogy ezt majd be is fogják tudni bizonyítani a mérkőzéseken. Mennyire lesz más a csapatjátéka, esetleg más lesz az őszihez képest tekintve, hogy azért ezúttal fordul a kocka, 5 meccset játszik mindössze, ide az a csapat 10-et viszont idegenben. Hát ez nyilván majd befolyásolja a bajnokságnak az eredményességét, de én bízom abban, hogy idegenben is most már eredményesek fogunk tudni lenni, ezért is játszottunk ugye Törökországban is felkészülési mérkőzéseket, most is az utolsó mérkőzésünket idegenbe visszük el, pont azért, hogy erre is tudjunk készülni. Én nagyon optimistán várom a bajnokságot, a bajnoki rajtot. Remélem, hogy május végén, amikor az eredményességről fogunk tudni beszélni, akkor elégedettek lehetünk mindannyian. Milyen tavaszi szezonra lesz számítani, hiszen ősszel is nagyon kiegyenlített volt a mezőny, nagyon kiegyenlítettek voltak a meccsek. Hát ugye azt köztudott, hogy tavasszal sokkal nehezebb pontokat szerezni, mint az őszi szezon során. Élethalál harc lesz mind a feljutásért, mind a bennmaradásért. Ugye óriási dotáció van az MB2-ben, tehát mindenki biztos vagyok abban, hogy mindent meg fog tenni, hogy megőrizze a másodosztályú tagságát. Úgyhogy nagyon nehéz bajnoki szezon elé nézünk. Én remélem, mondom még egyszer, hogy a csapat az eredményes fog tudni lenni. Csákváron kezdi a csapat a tavaszi szezont. Ősszel egy emlékezetes meccsen szenvedett Kisvárdán vereséget, az együttes 2-0-ás erényről gyakorlatilag a meccs 3/4-ben emberhátrányban játszva, tehát van miért visszavágni, milyen meccsre lehet számítani. Biztos, hogy egy küzdelmes mérkőzésre, hiszen két csapatnak a céljai nem hiszem, hogy nagyot változtak. A Csákvár is szeretné megőrizni a másodosztályú tagságát, ráadásul ugye hazai pályán kezd. Elemezzük a játékukat, folyamatosan készülünk az ellenfélből, úgyhogy remélem, hogy hatékony játékot fogunk tudni majd bemutatni, és a felkészülésünk eredményes lesz abban a szempontból, hogy győzelemmel, illetve 3 ponttal fogunk tudni hazatérni. Gondolom nem bánod, hogy lassan véget ér a felkészülés, elkezdőnek a meccsek, milyen 6-7-7-es felkészülésre tekinthetsz vissza? Így van, nem bánjuk már, ezt az időszakot szerintem egyik labdarúgón sem szereti, de hát ennek is be kell, hogy következzen, mivel hogy fel kell készülni ugye a bajnoki szezonra. Nagyon-nagyon jól sikerült, én úgy gondolom, a felkészülés. Az összes edzőmérkőzést megnyertük. Nagyon bízom benne, hogy ez nem csak az edzőmérkőzésekre vonatkozik, hanem a bajnokságra is. És egy nagyon-nagyon jó szezont fogunk zárni idén, én így gondolom. Ősszel is jól szerepelt a csapat, télen viszont érkeztek remélhetőleg erősítés jelentő új játékosok. Hogy látod csapatkapitányként, mennyire sikerült beilleszkedniük a már kialakult közösségbe? Úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb erősségünk az lesz, hogy nagy része a csapatnak együtt tudott maradni, és azok a játékosok, akik pedig érkeztek, úgy gondolom, hogy erősítést jelentenek a csapatnak, és bízom benne, hogy ezt majd megmutatják a pályán.
gyakorlatilag minden edzőmeccset megnyertetek, nagyon jól szerepeltek a felkészülési időszakba, ami azt jelenti, hogy a főpróba jól sikerült. Milyen lesz utána az előadás, hogy milyenek lesznek az előadások, hogy érzed? Magyarul arra akarok kiukadni, nem vagytok-e túlkorán túl jó formában? Nem tudom, de a mester elmondta, és én egyetértek vele, tehát a jó felkészüléstől lehet várni a jó eredményt. Tehát ha most egy rossz felkészülésről beszélnénk, akkor mitől várnánk el a jó eredményt? Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos volt az edzőmérkőzéseken, hogy így szerepeljük. Természetesen ezért nem adnak pontokat, ezt már egyszer említettem, de ez fontos magunk miatt, mert tehát akkor tudjuk, hogy jó úton haladunk. És ez nagyon bízom benne, hogy a bajnoki mérkőzéseken ugyanez lesz. Az ősz legfájú veresége a csapat számára, és talán a számodra különösen Csákvár elleni volt. Milyen meccse számít az most az első tavaszi fordulóban ellenük? Nagyon nehéz mérkőzésre számítok egyébként, de hát az MB2 már mondtuk sokszor, hogy nagyon kiegyensúlyozott, és egy meccs sem lesz könnyű. Azt gondolom viszont, hogy jobb csapat vagyunk, mint a Csákvári, és természetesen győzni megyünk. Minden meccset meg akarunk nyerni, de természetesen Csákvárra is a három pontért utazunk majd. Egyike vagy azoknak a játékosoknak, akik télen kerültek Kisvádára. Először egy bemutatkozást kérnék, mit kell róla tudniuk a szurkolóknak? Bagi István vagyok, Békés Csabára jöttem kölcsönbe fél évre. 89-es születésű vagyok, belső középpályás a posztom. Mi volt az a motiváció, ami miatt elfogadtad a Kisvád ajánlatát? Igazából el is kellett jönnöm kölcsönbe Csabáról, mert több játék lehetőséget akartam kapni, és ezért választottam, hogy remélhetőleg majd itt Kisvárdán megkapom ezt a lehetőséget. Túl vagy már jó néhány edzésen, jó néhány edzőmeccsen. Milyenek a benyomásai, hiszen egy olyan közösségbe csöppentél bele, amelyik jól teljesített az őszi időszakban, és tele van rutinos játékossal. Igen, most arra azért már elég jól megismertem a csapattársakat. Szerintem egész jó csapat jött össze, meg eddig is jók voltak, ahogy nézegettem az eredményeket. Bármi benne van ebben a csapatban, szerintem. Meg egész jól most voltunk Törökországban, edzőtáborban, elég jól összekovácsolódott a társaság. Mit vársz, mi az elvárás a csapattal szemben és magaddal szemben a tavaszi szezonban? Hát magammal szemben az elvárás, hogy minél többet játszak, minél több lehetőséget kapjak, játszak igazából a csapattól, meg hogy minél előbb végezzünk. Megszerezte a második idény győzelmét a Kisvárdai női kézilabda csapat. Rácz Sándor együttese az Orosházat fogadta, és a hazaiak 26-20-ra megnyerték a találkozót. Az első fél időt egy összeszokott, dinamikus, harcos csapat oldotta meg, meg is látszott a gólkülönbség. Voltak hibák, de úgy gondolom, hogy igazából ott folytattuk, ahol Kecskeméten abba hagytuk. Mi történt a szünet után? Minek köszönhető az, hogy a csapatjátéka visszaesett? Ez egy csapat, tehát míg Kecskeméten 7 gólt hoztunk a kispadról, addig itt is adtam lehetőséget több játékosnak, de a másikat, ezt a csapatot megvertük 7 góllal idegenbe. Tehát gyarló az ember, és ilyenkor tudatalatt kicsit kienged, nem összpontosít úgy, és néhány olyan triviális alapvető hiba is becsúszott, hogy az ellenfelet felhoztuk, és így ilyen kínlódós második fél idő lett. Az eddigi eredmények alapján lehet azt mondani, hogy a Kisvárda most már mind hazai pályán, mind idegenben, bárki ellen esélye elé pályára, okozza ez gondot esetleg a játékosoknak, vagy akár neked is? Biztos, hogy okoz, tehát nem ilyen egyszerű a képlet, a sportban kerek a labda, tehát itt vannak úgynevezett oroszlán barlangok idegenben, ahol az ember el sem tudja képzelni, hogy hogyan lehet nyerni, és minden bajnokságban itt is még születhetnek nagyon-nagyon nagy meglepetések. Következő fordulóban Nyíradonyban léptek pályára, ott mire lehet számítani? Egy évek óta összeszedett, szolid, de nagyon-nagyon szigorú törvényszerűségekre épülő kis csapat. Most az Egri dobó kupán láttuk őket, még egy új védekezési variációt is gyakoroltak, tehát nem lesz egyszerű dolga. Második tavaszi meccsét is megnyerte a Kisvárdai csapat, ez a mostani mérkőzés nehezebb volt, mint hogy vártátok? Sokkal nehezebb volt, sajnos az első fél időt nagyon jól bekezdtük, nagyon jól mentünk, de sajnos a második fél időben teljesen elaltattak minket, és felvettük az ő ritmusukat a játékunkban. Nyáron egy olyan csapat kezdett épülni, amelyben nagyon sok helyre jöttek a játékosok. Hogy érzed most fél év után? Már túl vagyok a második tavaszi meccsen, mennyire ért össze ez a társaság mind a pályán, mind a pályán kívül? Úgy érzem, hogy most már sokkal jobb, mint ami össze volt. Egyre jobbak vagyunk, összhangban sokkal jobban érezzük egymást a pályán. Ezt szerintem annak is köszönhető, hogy most januárban edzőtáborban is voltunk, egy hétig összezárva voltunk. Nagyon sok időt töltünk itt a csarnokban is együtt, mert valamikor napi 2 edzésünk van, és szinte folyton együtt vagyunk.
Neked mennyire nehezebb a dolgod irányítóként, hogy most már azért készülnek a Kisvárdára riválisok? Ha jól fel vagyunk készítve, akkor nekem semmi gondom nincsen. Az a legnehezebb, hogy több külföldi játékos van, akinek most valakinek ukránul kell lefordítani, valakinek angolul, és ez a nehéz. Van még hát a jó néhány mérkőzés, itt a szurkolók már bajnoki címet vizionálnak magatokkal szemben, és ezen belül magaddal szemben mi az elvárás a hátralévő meccsekre? Egyértelmű, hogy bajnok szeretnék lenni, az összes meccset meg szeretnénk nyerni, de az, hogy most kikiáltottak minket bajnoknak, azt úgy érzem, hogy korai, és hogyha ezt mi elhinnénk, akkor belesnénk egy hibába. Lehet, hogy nem itt sikerülne. Mindig az a következő meccs, mindig az a legfontosabb. Szeretném megjavítani 220 cm-es idei legjobbját Bakucsi Péter, aki szombaton a fedettpályás országos bajnokságon áll majd rajthoz. A előzmények azok nagyon jók voltak, el tudott végezni aránylag sérülésmentesen mindent, hozni tudta jól a súlyát, tehát könnyebb, mint tavaly volt, erősebb is, gyorsabb is. Sajnos az eredményen ez nem látszik meg. Igazából nagyjából jó indult a szezon, tehát ugrott 220-at kétszer, és most utolsó két versenyen igazából elment a nekifutása, nem érzi az elugrás végét, és most elég bajban vagyunk emiatt, de én azért remélem, hogy a magyar bajnokságra ismét jó formát fog mutatni. A fedett pályás szezon azért attól függet, hogy vannak versenyek, mindig valahol felkészülés a szabadtéri szezonra. Picit tovább tekintve már, lesz esetleg külföldi edzőtáborotok, vagy a felkészülhetőség március-áprilisban, ami még jobban megalapozhatja a nyári eredményeket? Remélem, hogy most a bajnokságon jól fog ugrani Peti, és ha minden igaz, utána még lesz egy külföldi versenye, ez csak abban az esetben fogja vállalni, hogyha a bajnokságon jól ugrik. Igazából utána rögtön elkezdenénk a felkészülést a nyári szezonra. A fő cél az Atlétika Európa bajnokság, végig is úgy döntöttünk. Ez a fő verseny, erre fog mindenképpen rákészülni. Emellett természetesen, ha sikerül esetleg egy olimpiai szintet megugrani, akkor természetesen az olimpián is részt venne, bár az mostani állapottól elég messzinek tűnik. Igazából a szövetség mindent megtesz azért, hogy kimozdulunk elő a 220 cm-es eredményről. Lesz Bonyháron egy összetartás március vége fele, a 20-a körül, és utána pedig a Kanári-szigetekre mennénk ki április elején 2 hétre a magyar válogatottal. Ez lenne az április edzőtábor. Májusban úgy tervezem, hogy kimenne Németországba ismét a németekkel együtt edzőtáborozni, amit összekötnénk legalább 2 olyan magasugró versennyel, ahol jó ellenfeleket talál, meg jó ellenfeleket tud találkozni, ami jobban segíteni azt, hogy jobb eredményt tudjon elérni. Mekkora gond az, hogy idehaza gyakorlatilag nincs vetélytársa, és edzéseken vagy olyan versenyeken, ahol egyedül indul, meglehetősen nehéz modellezni egy rangos magasugró versenyt? Ez komoly probléma, mert voltak éppen itthon egyedül ugrik, tehát 2 méter után általában elfogynak a versenyzők, tehát saját magával versenyez, igazából ez nem egy verseny. Tehát 2 nemzetközi verseny volt, sajnos az egyiken a kiment Németországba, ahol 220 cm-t ugrott, ott is a két ellenfele közül az egyik, aki előző héten 222 cm-t ugrott, ott csak 208 cm, tehát ő is igazából fejre állt, tehát ott is egyedül maradt. Itt lett volna Linzbe lehetősége, itt viszont én nem tudtam ott lenni, valószínűleg, hogy emiatt is történt az, hogy csak egy 213 cm lett a vége. Én azért remélem, hogy most a magyar bajnokságon azért itt valamivel több lesz. Milyen formában nézed magad, milyen reményekkel indulsz majd el a budapesti versenyen? A jelenlegi formám nem az igazi, mivel volt egy kis betegség, ami miatt eléggé visszavett az utolsó 2 versenyembe, és nem sikerült rendbe rakni. Remélem, hogy már a bajnokságon azért már sikerül visszaadni azt a formát, amit előtte sikerült nyújtani, vagy akár jobbat. Mi az a cél, hogy legalább a következő versenyeken sikerül megcsinálni legalább az EB szintet a fedett pályán. Jól indult számodra a szezon, itt kis hián ugrottál egy 224-et ebben a csarnokban, aztán volt egy német verseny is, ahol szintén 220-ig jutottál, van benne egy némi hiányérzet, hogy nem sikerül előrébb tartanod jelenleg? Van némi hiányérzet, de tudom azt, hogy ez még csak a felkészülésemnek csak a felénél járok, és az igazi forma az nem fedett pályán jön, hanem majd a nyári szezonban. Mekkora gondot jelent az, hogy valószínűleg a budapesti OB-n sem lesz igazán ellenfeled, nem lesz olyan mezőny, ami nagyobb erőkifejtésre készítetne? Teljesen másabb egy olyan versenyt hozzájárni, amit már tudod, hogy
meg fogsz nyerni, mivel ennek elég kicsi az esélye, hogy ne nyerjen meg, ahhoz nagyot kéne betliznem, úgymond, de igen, nehéz azért ő magamat megvenni, és egy jó formát tudjak nyújtani, főleg, hogy akár legjobbat ugrani, nagyon nehéz. Elszenvedte második bajnoki vereségét a nyíregyházi kosárcsuli. Farkasinszki Gyulárni együttese a Vasas Akadémia ellen lépett pályára, és a hazaiak 85-72-re megnyerték a mérkőzést. Talán nagy pihenőt is kaptak itt decemberben a lányok, és ugye mi ebből a hosszú pihenőből nem nagyon tudtunk kilábalni, tehát próbálkozunk, egyértelműen játszott egyébként ugye a Debrecenen, de a MEFA mérkőzéseken is játszott, hogy nem igazán abban a ritmusban, nem abban a tempóban pörgünk és játszunk, vagy az előző mérkőzésekhez ez megszokott volt, vagy az is lehet, hogy nekünk ilyen január-februári betegségünk van, ugye mert az előző szezon is körülbelül ilyen rosszul kezdtük, most már csak abban lehet bízni, hogy a következőre szintén sikerül úgy felpörögnünk, ahogy az eddig. Mi múlott mégis az, hogy nem volt szorosabb a mérkőzés, hiszen azért, ha nem is túl jelentős, de több mint 10 pontos vereséget szenvedett a csapat. Egyértelműen a dobó százalék, tehát az maximálisan behatárolta azt, hogy végül is mi lesz a mérkőzés. Az, hogy egy zicsereket hibáznunk ugyanúgy, mint Debrecenben, tehát ezen el kell gondolkoznunk, hogy ezt hogyan lehet megoldani, és mit el kellene tenni. És a másik az, hogy kijöttek egy olyan egész pás letámadásra, ami egy ideig komoly fejtődést okozott számunkra, hogy is lehet ezt megoldani. Amikor végre megértettük, hogy a passzokkal azzal igencsak lehet operálni, akkor már egészen jó helyzeteket sikerült kialakítanunk, meg is voltak a dobóhelyzeteink, tehát nem az volt a gond, hogy nem tudtunk dobóhelyzetet kialakítani, hanem inkább az volt a probléma, hogy ezeket a dobóhelyzeteket nem sikerült bedobnunk. Na most ezen kell valamilyen szinten javítanunk, meg én úgy gondolom, hogy a védekezésünkön, mert hogy egyedül a zóna védekezés volt az, ami működött, tehát egy az egybe a fönti kis embereket nem tudtuk megtartani, ami úgy gondolom, hogy azért ez óriási nagy gond és nagy hiba, hát ezeken kell javítani, aztán meglátjuk a következőkben ez hogy fog sikerülni. Most van előttünk 2 hét, amit egyértelműen arra kell szánni, hogy a következő heti Szeged és Kecskeméten mérkőzésen ugyanilyen hibák nem forduljanak majd elő. Nem említettük a Nemzetvédelmi Egyetem csapat elleni mérkőzést, amelyen hosszú idő után játszik hazai környezetben a csapat. Milyen ellenfél érkezik majd hétvégén? A nemzetvédelmi csapatát nem szabad lebecsülni. Ugye ezt a hibát elkövette a Vasas is, amikor oda ment egy aránylag tartalékos sorral, és ki is kapott. Talán annyi előnyünk van, hogy most per pillanat hazai pályán játszunk, és azért a hazai környezet előtt azért a lányok valószínűleg jobban össze fogják szedni magukat, és koncentráltabban fognak kosárlabdázni. Itt egyértelműen azt mondom, hogy itt a palánk alatti játék az, ami döntő lehet, mert nekik aránylag alacsonyabb szerkezettel dolgoznak, viszont ők is nagyon szépen támadnak meg egész pályán, tehát hogy ezt gyakorolnunk kell ezen a héten, és hogy ne ugyanabban a hibában esünk, mint a Vasas ellen, és ugye hát a dobó százalékon egyértelműen javítani kell, és akkor valószínűleg, hogy ez a mérkőzés, ez egy sima hazai győzelemmel fog végződni. Hat csapat részvételével rendezték meg a Szövetségkupa kispályás futballtornát, amelyen a megye labdarúgásában a labdarúgásért dolgozókból összeállított csapatok léptek pályára Filó foci csarnokban. Már több mint 10 éve rendezzük meg ezt az úgynevezett Szövetségkupát. Itt olyan csapatok vesznek részt, akik a megyei futballért tevékenyen részt vetnek, vagy annak a népszerűsítéséért. Már évek óta 6 csapattal rendezzük meg ezt a tornánkat, amelynek szintén már évek óta a házigazdája a Filó foci csarnok, ahol megfelelő körülmények között, ilyen esős időben is kulturált körülmények között meg tudjuk rendezni. A résztvevő csapatok ugye a megyei játékvezető bizottság által alakított kispályás csapat, a megyei edzők csapata, ugye az igazgatóságnak van egy csapata, mellette már évek óta részt vesz a kormányhivatal, hiszen ott is rengetegen szeretik, imádják a futballt, és maguk is játszanak, futballoznak. A Spartakusz szurkolók, akik tényleg akár a Dunántúra, a világ végére is elkísérik a kedvenc csapatukat, illetve hát a média csapata, hiszen a népszerűsítés a sportágnak az nagyon jó tesz, mint például most is ugye népszerűsítjük a labdarúgást. Nyugodtan mondhatom, hogy remek hangulatban zajlik a torna, és nagyon sportszerűek a mérkőzések, körmérkőzéseket rendezünk 2-3-as csoportban, majd pedig a végén jönnek a helyosztók, és hát az egészet egy jó ízű ebéd fogja zárni, ilyenkor is tudnak találkozni és beszélgetni egymással a megyei futballban érdekelt emberek. Egy barátságos tornáról van szó, de hát azért tudjuk, hogyha bedobnak két csapat közé egy labdát, azért mindig a presztízs is rögtön előkerül. Érezni lehet a meccseket azért ezt? Igen, érezni lehet természetesen. Ahogy mondtam, nagyon sportszerű mérkőzések vannak, viszont igazán férfiasak a küzdelmek, tehát azért vannak kemény ütközések, olykor az egy-egy szabálytalanság, de hát elnézést kér az egyik a másiktól. És igen, azért vannak nagyon jó játékosok, úgy néz ki, hogy ugyanaz lesz a döntő párosítása, mint tavaly. A kormányhivatal és a Spali szurkolók fogják játszani. Tavaly a kormányhivatal győzött, most lehet, hogy visszavágnak a Spali szurkolók. A játék mellett azért van lehetőség egy kis beszélgetés.
kezdésre is. Milyen tavaszi szezonra számítotok? Nagyon remélem, hogy csendes tavaszi szezon lesz. Nekünk igazából az lenne a legjobb, hogyha minél kevesebbszer szerepelnénk a címlapon, minél kevesebbszer szerepelnénk a televízióba és a rádióba, viszont az azt jelenti, hogy nem történt olyan esemény, ami ugye kifelkelti az érdeklődést, illetve hát természetesen, hogyha az eredményeket letudósítják, annak nagyon örülünk, de alapvetően nagyon remélem, nem lesz miről beszélni a tavasz szezonban, nekünk ez lenne a legfontosabb. A tornát végül a kormányhivatal csapata nyerte, miután a döntőben egy-egyes döntetlen után 7 méteresekkel jobbnak bizonyult a Spari szurkolók együttesénél. A harmadik helyen a játékvezetők, a negyediken az edzők, az ötödiken az igazgatóság csapata végzett, míg a hatodik hely a médiának jutott. A gólkirályi címet a játékvezetőket erősítő Kosztyú János szerezte meg, a legjobb kapusnak a Spari szurkolóknál védő Bernát Rihárdot, a legjobb játékosnak pedig a kormányhivatalos Bodnár Gábort választották meg a jelenlévők. Rangadóval kezdő a tavaszi szezont a Költségdíjese. Az NB2 északkeleti csoportjának listavezetője a második helyezett Hajdúböszörmény otthonában lép pályára. Több mint 3 hónapja fejeződött be az őszi idény. Kaptak a lányok 2 hét pihenőt, és aztán elkezdtük január 1. hétfőn rögtön a felkészülést. Én nagyon remélem, hogy sikerült felkészülni, bár voltak nehezítő körülmények, sérülések, betegségek, tanulmányi elfoglaltságok, de bizakodva várjuk a 25. idényünk tavaszi folytatását. Hány edzőmeccsen, felkészülési tornán vett részt a csapat? 2 felkészülési tornán vettünk részt, és egy junior kulcsáranhit emléktornán is, aminek nagyon örültünk a szerencsiek, tudva levő, hogy itt a szerencsi származású rendeztek egy ilyen emléktornát, ahol az anyukája is ott volt. Egy szó mint 100, nagyon ügyesek voltak a lányok, sok külön díjat is elhoztunk, minden tornán első helyen végeztünk, játszottunk még néhány edzőmeccset fiúkkal, lányokkal, NB1-B-s fiú junior csapatunkkal, Nyíregyházival is. Nagyon hasznosak voltak, holnap is még egy edzőmeccs vár ránk, és hétvégén pedig megkezdjük a tavaszi menetelést, pontosan a rivális otthonában, a második helyezett Böszörmény ellen játszunk majd. A Költségre jellemző nyáron azért van játékos mozgás, a csapatnál gondolom most télen alig, ha volt ilyen mértékű mozgás, de vannak esetleg olyan hiányzók, akik sérülés vagy betegség miatt nem tudnak ott lenni majd az első meccsen, vagy hiányoztak az elmúlt napokban, hetekben az edzésekről. Valóban semmiféle játékos mozgás nem volt, tehát nem érkezett és nem távozott tőlünk senki. Viszont vannak sérültjeink és betegeink is, elsősorban Márkus Gizella, nagyszerű beállósunknak a ujja eltört, műtötték, most rehabilitációs mozgásokat végezhet, tehát rá mindenképpen nem számíthatunk hétvégén. A többiek, ha sérültek is voltak, de meggyógyultak, úgyhogy nagyon nagy elánnal készülünk a hétvégi rangadóra is. Hát ősszel egy nagyszerű mérkőzésen ezt a csapatot 13 gólra vertük itthon, ami őszintén engem is meglepett, egyrészt a játékunk minősége, másrészt a győzelem aránya. Hát most megelégednénk egy gólos győzelemmel is, és azon is leszünk, hogy sikeresek legyünk. A labdajátékokban azt mondják, hogy tavasszal drágában adják a pontokat, ugye a Költség összetel egy picit várakozás feletti szerepet, milyen tavaszra lehet számítani? Bizakodó vagyok. Valóban nagyon szép őszt zártunk, ilyen, hogy veretlenek voltunk, egyetlen pontot veszítettünk, 3 pont előnnyel vezetünk a második helyezett, illetve a most harmadik helyezett, de talán legjobb csapat Balmazújvárost idegenbe is megvertük. Én azt gondolom, hogy remek őszt zártunk, méltóan a 25. jubileumi idényünkhöz, és hát szeretnénk ezt folytatni. Én azt gondolom, hogy nehezebb a sorsolásunk, több konkurens csapattal idegenben mérkőzünk majd, de én tartom olyan erősnek morálisan és szakmailag is a csapatomat, hogy helyt fogunk állni. Én azt gondolom, hogy mindenképpen a dobogót semmiképpen nem adjuk, de titkon bajnoki címet is szeretnénk elhódítani. Mi az elvárás junior csapattal szemben? Junior csapat harmadik helyen áll, mindenképpen dobogót, érmet szeretnénk ott is szerezni, úgyhogy nagyon nagy siker lenne, ha mindkét csapatunk érmet, minél fényesebb érmet szerezne. Tanár úr elmondta, hogy jó sikerült a felkészülésetek, jó sikerültek a felkészülési tornák, jól szerepeltetek, de hát a pálya mellett egy picit mindig könnyebb. Ti hogy éreztétek bent ezt a pályán? Úgy érzem, hogy nagyon jól sikerül a felkészülés, még most is tart, igaz, hétvégén már bajnoki mérkőzés lesz, de úgy vettem észre, hogy a lányok is oda teszik magukat minden edzésen, és az edzőmérkőzéseken, felkészülési tornákon is egész jól. Eddig mi nyertünk a meccseken. A fiúkkal egy kis probléma, hát hosszabb kezük van, hosszabb lábuk, gyorsabbak, de nagyon jó felkészülés ez nekünk, hogy ellenük is játszhatunk. Hogy látod, mi ennek a csapatnak az eleje, mivel tudtad a mezőny fölé nőni ősszel? Mindenképpen a csapat szellemet emelném ki, nagyon jó egy húron pendülünk, nagyon segítünk egymásnak, tényleg harcolunk a pályán,
egymásért is, nem csak a játék kedvéért, nagyon szeretjük egymást, és szerintem ez a lényeg, ez a fontos, és ez az erősségünk a csapatnak. Gondolom, most már picit jobban figyelnek rátok az ellenfelek, mint ősszel, te milyen tavaszra számítasz? Nagyon kemény tavaszra számítunk, nem csak szerintem most mindenki minket akar majd megverni, mivel az elsők vagyunk, nagyon szeretnénk az első helyen is maradni, és aranyéremmel búcsúzni. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!